Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaik a Sopron televízióban. Stúdiónk vendége Barcz Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője, aki második parlamenti ciklusát kezdhette meg a napokban. Sok szeretettel köszöntöm képviselő urat. Köszöntöm én is a televízió nézőit. Ugye az április 3-ai választásokon nagy arányú győzelmet aratott, hiszen közel 58%-os támogatottságot tudhat maga mögött, illetve több mint 32 000 szavazatot. Hogy értékeli ezt az eredményt? Ez egy hatalmas felelősség és egy hatalmas bizalom a soproni és térségi emberek részéről. Én nagyon sokat fogok és nagyon sokat szeretnék továbbra is dolgozni minden itt élő állampolgárért, a városért, a településekért, hogy ezt a bizalmat megszolgáljam, és továbbra is képviselhessem Sopron térségét az országgyűlésben, ahol olyan döntéseket hozunk, ami az itt élő embereknek a javát szolgálja. Tehát nagy megtiszteltetés, örömmel állok a feladat elé, hiszen erre szerződtem, és biztos vagyok benne, hogy azon a fejlődési úton tudunk tovább menni a várossal, amelyen elindultunk 2010-ben. Az első 4 éves ciklusban is nagyon sokat töltött a választók körzetében, ott találkozott emberekkel, ezt továbbra is számíthatnak az itt élők erre? Hát én hiszem azt, hogy ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha az embernek a szenvedélye, a közösségnek a szolgálata. Itt kell élni, itt kell ébredni, itt kell együtt lenni az emberekkel, hogy ismerjük a valós problémákat, és ne térképen nézegessük a településeket vagy a soproni utcákat. Tehát én hiszek azt, hogy ezt akkor lehet csinálni, hogyha az embernek a szenvedélye a település és a városfejlesztés, és mindent megteszünk azért, és én is megteszek, hogy a városunk fejlődjön. Természetesen ez a jövőben is így lesz, sőt, a munka még csak most kezdődik, az előző ciklus volt, fogalmazzak így, a bemelegítés. És akkor ugye a választási kampányban azt ígérte ön is, illetve a kormányzat is, hogy megvédik az embereket, megvédi a soproni emberek érdekeit. Miben láthatjuk ezt tovább? Hatalmas tétje volt a választásnak. Ez többről szólt, mint egyszerűen arról, hogy ki fogja következő 4 évben ezt az országot irányítani. Szeretném azt megjegyezni, hogy most nyertük a legnagyobbat, amikor teljesen összefogtak ellenünk. Itt Sopronban is 6 párt összefogása indult ellenünk és ellenem, és országosan is, megerősítve olyan nyugati tőkével és olyan nyugati liberális fősodorral, ami ellen azt gondolom, hogy fel kell lépnünk, hiszen meg kell őrizni Magyarország békét és biztonságát, meg kell őriznünk a keresztény kultúrát és identitást, és mindazokat az eredményeket, amiket nagyon nehezen tudtunk 2010 után elérni. Ne felejtsük el, hogy 2010 előtt átvettünk egy szinte csődben álló országot, egy romokban lévő gazdaságot, és egy olyan nehéz helyzetben lévő országot, és olyan stagnáló városokat, településeket, amelyeket ki kellett erről a holtpontról mozdítani. Ezt meg tudtuk tenni ebben a 12 évben, pedig nehéz 12 év volt. Volt itt vörösiszap, volt itt árvíz, volt itt migrációs válság, és volt itt egy nagyon nehéz Covid világjárvány, és az azt követő gazdasági válság. Most pedig itt vagyunk egy szomszédban dúló háborús helyzetben, ami szintén nagyon nehéz minden szempontból az életterületén. Abszolút a békepártján állunk, mindent meg kell azért tennünk, és továbbra is meg fogunk tenni, hogy az európai politikában képviseljük a békének az álláspontját, hiszen a háború az csak rombolást és fájdalmat tud hozni. És hogyha már a háborút említette, akkor ugye ez nagyon szorosan összefügg a benzinárral, az üzemanyagárral, illetve a rezsicsökkentéssel, tehát ez egy nagyon, nagyon összetett dolog. Talán kezdjük azzal, hogy miért érdeke Magyarországnak, hogy ne szűnjön meg se a kőolaj, se a földgáz szállítás Magyarországra, Oroszország felől. Hát szögezzük le, a legfontosabb a béke, és a legfontosabb az, hogy egyetlen egy emberi áldozat se legyen. De ez nem a mi háborunk. Magyarországnak történelmi tapasztalatai vannak a háborúról, a 20. századról, és tudjuk azt, hogy milyen hatást gyakoroltak ezek hazánkra, területünkre és az itt élő emberek és családoknak az életére. Sopron is megtapasztalta ezeket a fájdalmakat a 20. században, hiszen nagyon sok polgárunkat elvesztettük a háborús következmények okán. Ez nem a mi háborunk. Békétre törekszünk, de azt nem szabad hagynunk, és emellett ki kell állnunk Európában és az EU-ban is, hogy nem szabad, hogy a magyar emberek fizessék meg a háború árát. Nem szabad, hogy a soproni és térségi polgárok fizessék meg a háború árát. Mi támogatunk minden olyan szankciót, ami arra irányul, hogy a békét elősegítse,
és próbálja ezt kikényszeríteni a felekből, de olyan szankciókat nem tudunk támogatni, ami a magyar családokra olyan terheket rónának, amelyeket nem tudnának megfizetni. Melyek ezek a terhek? Például a benzinár. Ugye az egy olyan dolog, ami nem csak azért érdekes, mert hogyha tankolunk, akkor többet kell fizetni, ez szinte az egész gazdaságra rányomná a bélyegét. Igen, a lakossági felhasználás az csak egy szelete ennek, de nézzük meg Ausztriát, vagy nézzünk körül az EU-ba, hogy milyen benzinárak vannak. Tehát a magyar kormánynak a döntése nélkül, amit most július 1-ig meg tudtunk hosszabbítani, ezek nagyon nehéz gazdasági erőfeszítések mellett, ezzel nálunk 480 forint az üzemanyag. Hogyha ezteket a szankciókat bevezetnénk, akkor egy pillanat alatt 700 forint lenne a benzin, akár 800 forint lenne a gázolaj, és ez bizony a magyar családoknak és a magyar embereknek kellene megfizetniük. De ez az olajembargó nem csak a lakossági felhasználást, hanem az ipart és a vegyipart is tönkretenné. Magyarországra ez felérne egy ledobott gazdasági atombombával, ezt a magyar gazdaság nem bírja ki. Tehát nekünk következetesen ki kell állnunk Orbán Viktor álláspontja mellett, hogy a magyar érdekeket nézzük, és ezt a szankciós csomagot ezt így ebben a formában nem tudjuk támogatni. A rezsicsökkentés folytatódó dolog egyébként itt az üzemanyag és egyéb árak mellett? A rezsicsökkentésre számtalanszor azt mondták már, hogy egy kampányfogás, de most ezen a választáson is az emberek bebizonyították, hogy hisznek nekünk, bíznak bennünk, és tudják azt, hogy a mi lépéseink azok bizony nem kampányfogások, hiszen a választások után is 3%-os nyugdíjemelést tudtunk végrehajtani, mert szükség volt erre az idősek érdekében. 2013-ban kérdeztük meg először az emberek véleményét egy nemzeti konzultációval, aláírásgyűjtéssel, hogy szeretnék a rezsicsökkentés. Azóta következetesen, konzekvensen ezt mi visszük a politikánkba, és az elszabaduló, egész Európát érintő rezsiárak és energiaárak mellett tartjuk a rezsicsökkentés eredményeit. Ugyanannyiba kerül nálunk a gáz, a villany, a víz. Ez egy óriási eredmény, és ezt mi folytatni szeretnénk, hiszen ezt vállaltuk. Beszéljünk egy picit a migrációról, hiszen így, ahogy emelkednek az árak, valószínűleg ez kihat szinte az egész világgazdaságra, és fel kell készülni, hogy Afrika irányából, vagy pedig kelet felől egyre több olyan ember próbál majd bejutni Magyarország területére, akik aztán valahol máshol szeretnének boldogulni. Mennyire kell ettől tartanunk? Nagyon jó a migrációs téma, hogy ezt felhozta a beszélgetésben. Talán még sokan emlékeznek rá, hogy 2015-ben Magyarország volt kikiáltva, szinte az EU-ban példátlanul, egy olyan országnak, aki nem empatikus a menekültekkel szemben, pedig ez nincs így. Magyarország egy befogadó ország, mi mindenkit befogadunk, aki arra valósan rászorul és háború elől menekül. Erre a legjobb példa az, hogy sok százezer embert, Ukrajnából érkező kárpátaljai magyarokat és ukrán állampolgárokat Magyarország tárt karokkal vár, mind a kormány, mind a magyar civilek segítséget nyújtanak nekik, és megteremtjük annak a feltételeit, hogy egy háborús országból menekülve biztonságot és békét találjanak. De továbbra is azt valljuk, hogy a gazdasági migránsok, aki a adott esetben a gyermekeket, asszonyokat, nőket otthonhagyó életerős férfiak, nem az első, hanem az ötödik, hatodik, hetedik biztonságos országon keresztül jönnek, őket nem tartjuk háborús menekülteknek, hiszen a háborúból való menekülés az a következő biztonságos országba való eljutást jelenti. Tehát fenn kell tartanunk a déli határzárat, fel kell tartanunk azt, hogy Magyarország ellen kell, hogy álljon ennek a migrációs nyomásnak, hiszen meg kell őriznünk hazánk békét és biztonságát, és a keresztény kultúrát is, és identitást. Erre figyelnünk kell, de bebizonyítottuk azt egész Európa és az egész világ számára, hogyha valahol humanitárius segítség kell, akkor Magyarországra, Orbán Viktorra és a Fidesz-KDNP többségi magyar kormányra minden menekült számíthat. Képviselő úr, zárásként azért említsünk meg néhány olyan fejlesztés, ami itt a környékünkön, Sopronban és környékén zajlik. Ezek gondolom folytatódó fejlesztések lesznek. Igen, természetesen, hiszen ezeket a fejlesztéseket Firtő Mátyás országgyűlési képviselő idejében is már elindultak, és dr. Molnár Ágnessel országgyűlési képviselőtársammal mindent megteszünk azért, hogy a 2015-ben elindult Modern Városok programnak a meghatározó fejlesztései, azok folytatódni tudjanak és elkészüljenek. Erre jó példa csodálatos várkerületünk, az új úszodánk, az épülő fertőpartunk, az átadott parkolóházunk,
és most is vannak előttünk olyan fejlesztések, olyan tervek, mint a konferenciaközpont, a fertőport befejezése, a soproni piacnak a felújítása, és a meghatározó közlekedésfejlesztési eredményeink, az M85 folytatása, északnyugati elkerülő, amelyeket folytatni szeretnénk, és ezek alapvetően évtizedekre meghatározzák majd városunknak a gazdasági lehetőségeit, és minden itt élő embernek a boldogulását. Tehát én továbbra is ezért fogok, és ezért szeretnék dolgozni. Minden soproninak, minden térségi embernek köszönöm azt a bizalmat, amivel az áprilisi választáson felém éltek, és amit meg fogok a következő 4 esztendőben is szolgálni Sopron és térség egyaroppodásáért. Képviselő, ehhez a munkához sok erőt és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, mindenben számíthatnak rám. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!